Hangsúlyosabban oda kell figyelni az oktatás fejlesztésére a kevésbé fejlett régiókban, hisz az Európai Unióban még mindig magas a munkanélküliségi ráta a frissen végzettek körében. Hívta fel a figyelmet Borbély Csaba, a Hargita megye tanácsának elnöke felszólalásában a Régiók Bizottsága március 22-i plenáris ülésén Brüsszelben, ahol konszenzussal szavazták meg az Európai Szociális Alaphoz irányzott módosító javaslatait. A megyeelnök hozzátette, nem csak tagállami szinten, hanem bizonyos régiók között is hatalmas eltérések vannak e tekintetben, és sajnos Romániában a munkanélküliségi ráta jóval az Európai Uniós átlag fölött van. Nem nézhetjük karbatett kézzel az egyre nagyobb méreteket öltő agyelszívás jelenségét, azaz a képzett fiatalok kivándorlását, ezért egyenlő esélyeket kell biztosítani a kevésbé fejlett régiók fiataljainak, hogy elősegítsük a szociális integrációjukat, illetve hozzájáruljunk versenyképességük növeléséhez a munkaerőpiacon. Mondta a tanácselnök, továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy a regionális és helyi önkormányzatok hatalmas szerepet kapnak mindezek megvalósításában. Hatáskörük révén ugyanis ők tudnak fellépni a jelenség ellen. Borbély Csaba javasolta, hogy az Európai Unió következő ifjúsági stratégiájában kiemelt szerepet kapjanak az oktatás területén hátrányos helyzetű városok és vidéki települések, illetve arra, hogy az Európai Szociális Alap is külön kezelje a hátrányos helyzetű fiatalok ügyét. Az ifjúság politika terén folytatott Európai Együttműködés 2010-2018 között című jelentésébe a megyeelnök már belefoglalta az egyenlő esélyek biztosítására irányuló ifjúsági alapcsomag létesítésének fontosságát. Idén májusban azonban újabb raportőri megbízást pályázna meg, ha a Régiók Bizottsága jelentést dolgozna ki az ifjúság témakörében.